Vas Lászlót 2020. július 1-én nevezték ki az MTK Hungária FC szakmai igazgatójának. A rutinos szakember, ahogy arról már az MTK TV-ben beszámoltunk, konkrét elképzelésekkel vágott bele az új kihívásba. Elengedhetetlen számára, hogy a lányok folyamatosan fejlődjenek, legyen szó U14-es, U16-os, U19-es vagy felnőtt játékosról. A kisebb korosztályoknál is fontos elérnünk, hogy a fiatalok minél többen és minél nagyobb lelkesedéssel járjanak a tréningekre. Nekem nagyon nagy segítséget nyújtott az MTK, mert nagyon rossz hangulatom volt, nem ment a foci, amikor idejöttem. Tudom, ez csak az én elképzelésem lehet, de ez kicsit ezzel születtem, szóval ez nem úgy, hogy megtetszett, ez egyszerűen így jött nekem. De se a kézilabdában, se a tenisznél nem találtam meg úgy az én embereimet, akik hozzám illettek, akikkel együtt tudtam működni, mert azért teniszben is voltak páros meccseim, és ott sem. És amikor elkezdtem focizni, akkor úgy megtaláltam az én baráti körömet. Célunk, hogy játékosaink technikailag tökéletesen képzettek legyenek, mely elengedhetetlen a kreatív, alkotó futballhoz. Futballistáink atletikusságát és koordinációs képességeit is fejleszteni szeretnénk, természetesen az életkori sajátosságoknak megfelelően. 14-eseket is ugye be kellett szép lassan építeni, szerintem ebben jól haladunk, több edzésünk van együtt, nagyon jól fejlődnek fizikailag, technikailag. Nagyon szinte olyan, mint hogyha az U19-esekkel edzenénk, semmi különbség. Szerintem ez sokat segíthet, hogy ők be tudnak nekünk segíteni, nem fogunk annyira elfáradni, nem leszünk annyira leterheltek. Korosztályoktól függően is szeretnénk taktikai irányvonalat kialakítani a legkisebbektől egészen a felnőttekig. Közben figyelve arra is, hogy az utánpótlás korosztályoknál ne korán posztosítsunk, hanem minél több pozícióban játszassuk a játékosainkat, hogy mire a felnőtt kerethez érnek, ismereteik több poszton is megfelelőek legyenek. Mindig küzdő típus voltam, lehet, hogy nem az erősségem a labdakezelés, meg ilyenek, de én mindig a 100%-ra törekszem, és sosem elégszem el a kevesebbel, és én egyébként ezt a többieknél is ugyanúgy elvárom. Az U14-es korosztálynál hamar megértették a játékosok, hogy csak és kizárólag szorgos munkával, valamint alázattal lehet eredményt elérni. A cél az volt, hogy a csapatnak minél előbb legyen egy arca, egy játéka, és lehetőleg minél többször, és tovább egyenlő ellenfele legyen bármelyik együttesnek. A csapat egyik legügyesebb tagját, Bánfi Grétát mutatjuk be. Az első védőként kezdtem itt az MTK-ban. Igazából nekem nem annyira tetszett, mert én mindig is gólt szerettem volna lőni, gólpasszokat adni, és így jött ez az egész, ez a középpálya. És kipróbáltuk ott, és nekem ez nagyon megtetszett. Az U14-eseknél nagy hangsúlyt fektetnek a fizikális, technikai, valamint gyorsasági gyakorlatokra is. Ami még fontos, hogy mentálisan is rendben legyenek a lányok. Igazából én nagyon szeretem a focit, nekem az életem. Kiskorom óta jelen van az életemben, én szeretem ezt az egészet csinálni. Igazából nekem ez egy erőt ad, boldogság, és nagyon jó, nagyon szeretem. Szeretném megnyerni ezt a bajnokságot is. Az U14-el már egyszer sikerült, és az előző szezonban is első helyen álltunk, csak sajnos a koronavírus miatt elmaradt. És hát idén is szeretnénk ezt megnyerni, és a saját céljaim pedig igazából majd szeretnék külföldre kerülni, és a válogatottban szerepelni nagyon sokáig. A vágyak végül valósággá váltak. Tóth Judit U14-es együttese 16 bajnoki mérkőzésből 15-öt megnyerve, jobb gólkülönbségével lett aranyérmes, az FTC-t megelőzve.